Sok szeretettel köszöntöm a Körzeti Televízió minden kedves nézőjét. Slominszki Krisztina vagyok, a mai adás műsorvezetője. Kérem, hallgassák meg az elmúlt hét eseményeinek képes összefoglalóját. Híreink következnek. Román Kovászki, a Lengyel Köztársaság Magyarországra akkreditált nagykövete, múlt pénteken látogatást tett Esztergomban. A nagykövet a város lengyel kisebbségi önkormányzatának tagjaival kötetlen eszmecserét folytatott, majd Tétényi Éva polgármester asszonnyal áttekintették a lengyel-magyar barátság jövőbeni lehetőségeit. A megbeszélésen különös hangsúlyt kapott az a tény, hogy a visegrádi négyek elnöke július 1-től Lengyelország lesz. Ehhez kapcsolódva, valamint az Európai Unió 2014-2020-as tervezési időszakát figyelembe véve, Esztergom kiemelt szerepet kaphat. A Szent László hadosztály baráti köre, a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége, valamint Letkés Egyházközsége és önkormányzata 22. alkalommal tartott ünnepi megemlékezést a Letkési csata 68 és a Letkési emléktábla felszentelésének 18. évfordulója alkalmából. Ünnepi beszédet Kovács István polgármester mondott. Azt mondják, hogy amíg az ember emlékébe és szívében él, tisztelet és szeretet valaki vagy valaki iránt, addig azok mindig is élni fognak közöttünk. Valahol, amikor 1987-ben elkezdtük ezeknek a katonas íroknak a megalkotását, Pap Jóska bácsi, letkési kőfaragónk vezetésével és kivitelezésével ő is álmodta meg a jelenlegi kinézetüket, akkor tulajdonképpen mi semmi más nem tettünk, csak hogy méltó körülmények között nyugodjanak ebbe a letkési földbe azok, akik itt hősi halált haltak. És azt gondolom, hogy önöknek köszönhető az, hogy azóta évről évre megemlékezzünk erről a napról. Mi a hétköznapokban tesszük azt, hogy lehetőleg mindig virág legyen a sírjukon. Erősítenek is abba a hitbe és gondolatba, érzelembe, hogy azt, amikor annak idején ezt elkezdtük és megvalósítottuk, azt szívből, lélekből, tiszteletből, elismerésből tettük, és ez a megerősítés minden évben jó nekünk, eszünkbe jut, hogy méltóképpen emlékeztünk a hőseink előtt. Horányi László színész rendező a Várszínház elmúlt évadjáról, a 2012-es évad bemutatóiról, a jövő terveiről beszélt a múlt csütörtökön megtartott sajtótájékoztatón. A művészeti vezető sajnálattal említette anyagi nehézségeiket, mely nagyban befolyásolja működőképességüket. Megemlítette tisztázatlan támogatói viszonyaikat, valamint a kialakult névhasználat körüli vitákat.
Ezzel kapcsolatban javasolta a Várszínház és a Kultúrmozgó nevének egyértelmű megjelölését. A Várszínház él, Várszínház létezik. Ezek az előadások, úgy ahogy az elmúlt 20 évben a nézőkért vannak, az esztergomi lakosokért, az esztergomi színházba járókért, és hát természetesen az itt nyaraló turistákért, és hát talán nem tűnik szerintelenségnek, hogyha azt mondom, hogy igenis a külföldiekért, hiszen az esztergomi Várszínház az elmúlt 20-21 év alatt az egy nemzetközi rangot vívott ki magának, és még így is, hogy az állami támogatás az megszűnt, és az állami támogatásból kizárták a színházat, nyilván erről is fogok majd egy pár mondatot szólni, még így is, a mai napig is az esztergomi Várszínháznak azért egy patinás, egy nemzetközi elismertséget kivívó hírneve van. Ezt szeretnénk mi folyamatában megőrizni, és hát nyilván a színvonalat is szeretnénk majd visszaemelni arra a régebbi szintre. A mostani előadásokat, hogyha megnézitek, akkor valóban, nem azt mondom, hogy tűzoltó akció, de a színház életben tartása látszik ezekből a próbálkozásokból. Esztergomban civil kezdeményezésre a Prímás-sziget csúcsán található emlékmű tetején lévő nemzeti lobogónkat lecserélték. Az emlékmű renoválása is folyamatban van. A tervek szerint visszakapja eredeti feliratát és koronás címerét, valamint a kettős kereszttel díszített zászlótartóját is ki fogják cserélni. Szűz Mária fejedelme II. Rákóczi Ferenc szabadságharca tegnap és holnap címmel tartott előadást Esztergomban az Olvasókörben Szántai Lajos művelődéstörténész. Tehát Rákóczinak ez a hallatlan nagy igyekezete, hogy nemzetközi kapcsolatokat építsen föl. Ez kérdésként így hangzik el. Ez az akkori Magyarországnak volt fontos, vagy a mostaninak lenne fontos? Az akkorinak is fontos volt, de a mostaninak lenne fontos. Magyarul vannak előképek. Tehát egy történelmileg tetten érhető hős nem csak attól nagyszerű és hősies, hogy abban a korban helytállt, hanem olyan dolgokra helyezi a hangsúlyt, amely a nemzet életében könnyen lehet, hogy majd a következő évszázadban, vagy az azt következő évszázadban lesz élet-halál kérdés. És ezért, ahogy közhelyszerű megállapítással lehet élni, megelőzi saját történelmi korszakát. Hát ez könnyű belátni, hogy nyilván Rákóczi ebbe a kategóriába tartozott. Egy esztergomi versenyző, a 72 éves Móringer Lajos, mesterszakács is indul. 1939-ben gyártott Csepel Weiss Manfred csoda női bicikliével az év veterán kerékpárja címért. A 73 éves kerékpárt, amelyet sokan megcsodálnak, napi használatban van. A biciklin eredeti minden, a fényezése, a nyaktábla, a kerekek, a fék és a macskaszem. Esztergomban egyre többen használnak a közlekedéshez kerékpárt. Sajnos a biciklisek életét megkeseríti az utakon szétszórt és fel nem takarított üvegszilánkok sokasága, amik miatt gyakran kényszerülnek gumicserére. Több kerékpáros nézőnk feltette a kérdést, hogy miért nem takarítják össze az utakon található üvegszilánkokat, üvegcserepeket és egyéb az útszélére sodródott veszélyes hulladékokat. A műsorismertetés után rövid reklámot láthatnak. Majd a Letkési csata 68. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség képei következnek. Ezután az Esztergomi Várszínház sajtótájékoztatójáról tudósítunk. Polgár József, az Esztergom Szentgyörgymezői Olvasókör vezetője Prima díjas lett. Vele láthatnak egy beszélgetést. Végül a 2007-es középiskolás ballagást idézzük fel. Műsorainkhoz kellemes szórakozást kívánok!
68 évvel ezelőtt, 1944. decemberében esett el az önkéntes fiatalokból álló Szent László hadosztály. Múlt héten rájuk emlékeztek Letkésen. Az ünnepség percei következnek. Amely sokszor kellemetlenek és kényelmetlenek.
azt is jelenti, hogy a valóságnak azt az oldalát is látják, amit nem feltétlenül a legkönnyebb észrevenni, és nem könnyen tudunk vele mit kezdeni. A bölcsességben tehát sok olyan jutalanító dolog van, amiért érthető, hogy sokan nem tudnak vele mit kezdeni. Legfeljebb okosnak akarnak lenni, ravaszságosságnak, ami a mai világban sok minden, ez kedvényesül és ez szükséges, az mind-mind magasan van az értelemben. Bölcsességben ilyen. Isten adja meg minél többünknek a bölcsességnek az ajándékát. Engedjük meghalljuk ezt a hívást, nagyon lehet, hogy erőt tudjuk követni, tudjuk ezt követni, ezt a hívást, tudjuk tapnak, azot az aprót is tettehet megtenni. Egy kis befele fordulás, néhány mondat a Szentírásból, bocsánatkérés, az életem dolgainak az átgondolása, hibák javítása, a vágyaknak az indulatoknak megfékezése, rengeteg apró pici lépés, ami mind vezethet bennünket a bölcsesség útján, engedheti, hogy növekedjünk ebben. Szent László király, te látod, hogy itt vagyunk, ahogy emlékezzük, és téged tisztelve, Istent imádjuk, mindazért, ami történt, mindazért, hogy ami rossz és fájdalmas veszteség is történt a múltban, azzal együtt is az élet, a szeretet irányába halad tovább, és Isten ma is azt várja tőlünk, hogy mi is ennek a jövőnek az építésében vegyünk részt. Az emléket állította Gócsi Pál repülő főhadnagy, a Letkési Egyházközség és önkormányzat. El kell búcsúzzunk Gócsi Páltól, aki április 27-én halt meg Amerikába. Ő volt az élők közül az utolsó hősi halott, aki a Szent László hadosztály első zászlóaljának, Vitéz Pályi György által vezetett első zászlóaljának harmadik századparancsnokaként
sebesült meg, Ipoly Szalka és Kicsin között, került szovjet hadifogságba, és onnan visszakerülve 1956-ba távozott az USA-ba. Ő volt, akinek köszönhetjük részben ezt az emléktáblát is, aki szívében végig őrizte bajtársainak emlékét, és ő az, aki most utoljára a tisztek közül eltávozott a Szent László hadosztály tisztikarából. Isten adjon neki békét nyugalmába. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket 22. évi alkalomkor vagyunk itten, és ünnepeljük közösen Szent Lászlós katonáink, Szent Lászlós hősi halottainknak emlékünnepét. Tóth Ferenc Bárándról egy levéllel válaszolt. Tisztelt dr. Farkas Jenő ezredes úr, köszönettel vettem kézhez a letkésre szóló megemlékezésre küldött meghívót. Sajnos az idő rövidsége és egyéb okok miatt a megemlékezésen nem tudok részt venni. Ezúton is megköszönöm figyelmességüket, és megnyugvással veszem tudomásul, hogy rendszeresen megemlékeznek azokról a kiváló fizikai és szellemi adottságokkal rendelkező 20 néhány éves fiatal magyar katonákról, kik a legértékesebbet életüket áldozták másokért, szeretett hazájukért, Magyarországért. Ők mély hazafias érzülettel harcoltak abban a tudatban, hogy hazájukat, nemzetüket védik. A II. Világháború példaértékű katonai ellenállását hajtották végre azáltal, hogy megállították a kiválóan felszerelt, nagy harci lendületben levő, több hadosztályt számláló szovjet hadsereget. A letkés környéki harci cselekmények a magyar katonai történelem legdicsőségesebb lapjaira kívánkoznak. Ha a gondviselés velünk lesz, jövő évi megemlékezésen ott szeretnék lenni. Isten áldását kérem minnyájukra. Azt mondják, hogy amíg az ember emlékébe és szívében él, tisztelet és szeretet valaki vagy valaki iránt, addig azok mindig is élni fognak közöttünk. Valahol, amikor 1987-ben elkezdtük ezeknek a katonasíroknak hát a megalkotását, Papjóska bácsi, letkési kőfaragónk vezetésével és kivitelezésével, ő is álmodta meg a jelenlegi kinézetüket, akkor tulajdonképpen mi semmi más nem tettünk, csak hogy méltó körülmények között nyugodjanak ebbe a letkési földbe azok, akik itt hősi halált haltak. És azt gondolom, hogy önöknek köszönhető az, hogy azóta évről évre megemlékezzünk erről a napról. Mi a hétköznapokban tesszük azt, hogy lehetőleg mindig virág legyen a sírjukon.
erősítenek is abba a hitbe és gondolatba, érzelembe, hogy azt, amikor annak idején ezt elkezdtük és megvalósítottuk, azt szívből, lélekből, tiszteletből, elismerésből tettük, és ez a megerősítés minden évben jó nekünk, eszünkbe jut, hogy méltóképpen emlékeztünk a hőseink előtt. Én külön köszöntöm dr. Boda József rendőr tábornok urat, aki most már évek óta megtisztelt bennünket, és velünk emlékezik, ünnepel. Sokat tesz azért, hogy Magyarországon az Ejtőernyő Szövetség családként működik, és sokat tesz azért, hogy a Szent László hadosztály még jelenleg élő tagjai és hozzátartozói is családként érezzék magukat, mert minden tisztelet és megbecsülés azokba a szavakba, amik könyvformájába is megjelennek. És azt is el kell mondani, hogy a szíve csücskében vagyunk, és ahol tud, segít nekünk. Én azt kívánom valamennyiüknek, hogy amíg tehetik, és amíg a gyermekeknek, unokáknak tovább tudják adni ezt az érzelemvilágot, addig tegyék meg, hogy Szent László nap környékén mindig tudjunk jó szívvel, szeretettel emlékezni hőseinkre. És ez örökké tartson. Kívánom, hogy méltósággal emlékezzünk mindenkinek a lelkében, szívében. A szeretet vezéreljen minden gondolatot. Külön köszöntöm a rohamsisakban itt álló bajtársaimat, akik a Szolnoki Szent László Hadosztály Egyesületének a katonái, önkéntes katonái, és büszkén nézetek rájuk, mert tisztjükhöz méltóan és hasonlóan vannak a legénység szabályszerű magyar királyi honvéd egyenruhába, és ez megér egy misét, mert sehol másutt az országba ilyet nem látni, állítom tiszta szívemből. Ugyancsak öröm ránézni a budai polgárok egyesületének öreg katonáira, akik minden esztendőben most már huzamosan, elegánsan, önérzetesen, méltóságosan tisztelik a hagyományokat és a magyar nemzeti tudatot. A politikai foglyok, Országos Szövetsége és a Budai Nemzetőrség nevében Kuszman Károly és Aladi Zoltán urakat eléje tegyétek le nyugodtan. Köszönöm. Magyar Csendőrök Bajtársi Egyesülete nevében tisztelettel felkérem Fodor Pál urat, László Péter urat és Poprádi Béla urakat, hogy Csörgei László főhadnagy úr emlékére helyezzék el koszorújuk. Amelyik nem működött, és ezután géppisztolyával próbált a harckocsi ellen állni, amelyik gyakorlatilag letaposta őt, és így halt hősi halált.
Lovagrend nevében felkérem tisztelettel dr. Tóth Pál Tamás megfigyelő tiszt főhadnagyunkat, főhadnagyunk koszorúrát, sírjára a koszorút helyezik el. Ő gyakorlatilag egy többszemélyes lövész gödörbe ugrott bele, ellenőrizve és meglátogatva az ő beosztott katonáját. Szovjet katonát talált a gödörbe, aki agyonlőtte, lelőtte. Hogy a fő síremlékre helyezze el koszorúját. Köszönöm. Végül tisztelettel kérem polgármester urat, hogy ugyancsak a polgármesteri hivatal nevében helyezze el emlékező koszorúját, és utána fölkérem Vitéz Szabó Miklós urat, hogy velem együtt a Szent László hadosztály katonáinak bajtársi szövetsége nevében helyezzük el koszorunkat. Vár a Színház a Várhegyen 2012 nyarán is címmel tartott múlt csütörtökön sajtótájékoztatót Horányi László színész rendező, a Várszínház művészeti vezetője. Erről az eseményről tájékoztatjuk Önöket. Ugye a Várszínháznak a 2012-es programjáról szeretnénk egy pár mondatot szólni. Ugye hát nyilván elsősorban a műsorokról beszélni, aztán a színháznak a működési feltételeiről, a működési körülményeiről, sok-sok zavar kering a színház körül, azokat a zavarokat és félreértéseket szeretnénk tisztázni, és hát mindenek előtt szeretnénk kérni a sajtó megjelent tisztelt képviselőit, hogy tudatosítsák, hogy a Várszínház él, Várszínház létezik, ezek az előadások, úgy, ahogy az elmúlt 20 évben a nézőkért vannak, az esztergomi lakosokért, az esztergomi színházba járókért, és hát természetesen az itt nyaraló turistákért, és hát talán nem tűnik szerintelenségnek, hogyha azt mondom, hogy igenis a külföldiekért, hiszen az esztergomi Várszínház az elmúlt 20-21 év alatt azért egy nemzetközi rangot vívott ki magának, és még így is, hogy az állami támogatás az megszűnt, és az állami támogatásból kizárták a színházat, nyilván erről is fogok majd egy pár mondatot szólni, még így is, a mai napig is az esztergomi Várszínháznak azért egy patinás, egy nemzetközi elismertséget kivívó hírneve van. Ezt szeretnénk mi folyamatában megőrizni, és hát nyilván a színvonalat is szeretnénk majd visszaemelni arra a régebbi szintre. A mostani előadásokat, hogyha megnézitek, akkor valóban, nem azt mondom, hogy tűzoltó akció, de a színház életben tartása látszik ezekből a próbálkozásokból, és erről is van szó, ezt vállalni is kell, és mi vállaljuk is kollégákkal és munkatársakkal. Ha gyorsan számolok, akkor öten vagyunk, akik csináljuk, mondhatom azt, ingyen és bérmentve, most már második éve itt a Várszínházat, azok alapján, a koncepcionális pillérek alapján, amik az elmúlt 20 évben is jellemezték az esztergomi Várszínházat. Ugye úgy kezdtem az elején, hogy kicsit ilyen szimbolikus jelentése is van annak, hogy a múzeum cukrászdában tartjuk ezt a sajtótájékoztatót, hiszen az esztergomi Várszínház az a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó, Magyar Nemzeti Múzeum esztergomi Vármúzeumának a területén működik. Bizonyos szempontból ez szerencse is, mert különböző erők és
különböző koncepciók nem tudják megváltoztatni a színháznak a működési jellegét, tehát ez egy biztos pont, ott fönt a várban, a Nemzeti Múzeum területén a színház él, és eddig is működött, és ezután is működni fog. A város, az önkormányzat az volt, amikor több pénzzel támogatta, volt, amikor kevesebb pénzzel támogatta, tehát az utóbbi időben már egyáltalán nem támogatta, sem tavaly, az idén sem, de 2010-ben és igazából 2009-ben sem. Papírforma szerint persze volt támogatás, de valóságban ez nem működött. Ennek is van szimbolikus jelentése, hogy majdnem a Várszínház is majdnem ilyen cigányútra ment, vagy ilyen vakvágányra futott, de nem hagytuk, és ezt minden alkalmat megragadok, hogy ezt elmondjam, tehát így is szeretném megköszönni elsősorban a közönségnek, hiszen tavaly is velünk voltak minden előadás. Mondhatom azt, hogy majdnem minden előadás teltházas volt, és ez nagyon kellett ahhoz, hogy a színházat életbe tudjuk tartani. Tehát a 2012-es évadot lényegében ugyanolyan koncepciók mentén állítottuk össze, mint a korábbi évadokban. Kivételt a saját bemutatók képeznek, ugye, tehát ilyen ránk jellemző ínséges és pénztelen világban saját bemutatókról álmodni sem lehet. Egy pár év múlva szerintem ismét fogunk tudni saját önálló színházi értékeket felmutatni. Jelen pillanatban egy szabadtéri befogadó színházról van szó. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon, vidéken, fővárosban már bemutatott színházi előadásokat hozunk ide, nem a legdrágábbakat, tehát itt azért az anyagiak meglehetősen behatárolják a lehetőségeinket. Ugye korábban mindig el lehet mondani, hogy az Esztergomi Várszínház a magyarországi színházak között elsőként fogadta a határon túli színházakat. Még annyira elsők voltunk ebben a programban, hogy sokszor még magyarázkodni is kellett, hogy miért hívunk mi határon túli színházakat ide. Hála Istennek azóta ez már megváltozott, szinte meg is fordult ez a folyamat, majdhogy nem divat, sőt divat már határon túli színházakat hozni, sőt kötelező is határon túli színházakat hozni, de én azt mondom, hogy ez a folyamat ez jó irányba ment, tehát ezzel nincs semmi baj, az arányokkal lehet probléma. Mi erre mindig ügyeltünk, tehát ha volt 35-40 előadásunk, abból volt 5-6 határon túli színházi előadás, és én azt hiszem, ez így rendben is van. Idén két határon túli színház mutatkozik be Esztergomban, és hát 12. alkalommal tudtuk megrendezni az esztergomi bábostábort, ami szintén a határon túli színházak munkájához kapcsolódik, hiszen a Nagyváradi Bábszínház művészei vezetik most már ezt 12. alkalommal ezt a bábostábort. Úgy néz ki, hogy ez jó gondolat volt, amikor ezt mi fölvetettük. Ebből is persze ugye lehet anekdótát is csinálni, érdekes a történet. Nem úgy indult, hogy megálmodtuk és nem tudom én, segíteni akartunk Esztergom kulturális életét, a kátyúból ki akartunk zökkenteni. Hát ezek jól hangzanak, ezek a történet, ezek a mondatok, nem így van. Nem így indult. Úgy indult, hogy itt volt a Nagyváradi Bábszínház egy gyerekelőadással. Akkor még módunk is volt, és még jobban odafigyeltünk arra, hogyha jön egy határon túli színház, az előadás után fogadással köszöntük meg a jelenlétüket. Ez egy fórum volt, hiszen az önkormányzattól is sokan jöttek mind az előadásra, mind erre a fórumra. Tehát tudtunk nyitni egy olyan dimenziót a kapcsolatok elmélyítéséhez, aminek a középpontjában ugyan a színház állt, de mégis nagyon sok kulturális és gazdasági és emberi hozadéka is volt az ilyen találkozóknak. No, szóval valamikor a 90-es évek közepén egy ilyen nagyváradi színházi előadás után fogadás közben beszélgettünk arról, hogy hogyan lehetne gyerekelőadásokat bővíteni, mit lehetne kitalálni, hogy jellemzőbb legyen Esztergomra ez a határon túli színházi jelenlét. Persze mindenki hozta az ötleteit, és valaki mondta, hogy hát
igen, megszűntek a táborok, a szülők nem tudják hova vinni a gyerekeket, milyen gond az, hogy vége van az iskolának, és a gyerekek csellengenek. És akkor nekem eszembe jutott, hogy hát akkor csináljunk egy ilyen tábort, tehát egy ilyen bábos tábort nevezünk el annak, nem bentlakásos tábor, hanem reggel jönnek a gyerekek, délután elmennek, kapnak egy ebédet, délelőtt foglalkozás, gyerekelőadás, délután foglalkozás, és az előadások végén a szülőknek megmutatják azt, hogy mit tanultak ez alatt az egy hét alatt. Tehát ez egy majdnem ilyen játékos formában vetődött föl, és lám az élet igazolta, hogy érdemes volt eljátszani ezekkel a gondolatokkal, mert most már, ahogy mondtam, ugye 12. éve működik, és ennek a sikerét semmi más nem bizonyítja jobban, mint amikor a tavalyi táborzáron, az előadás után már jó pár gyerek szülővel odajött a táborvezetőkhöz, és kérték, hogy írják őket föl a 2012-es táborra is, mert annyira tetszett nekik, hogy szeretnének a következő évben is jelentkezni, nehogy lemaradjanak valamiről. Hát ezek a kis apró visszajelzések azok, amelyek bennem mindenféleképpen, de gondolom a kollégákban is, a munkatársakban is tartják a lelket, és aztán minden nehézség ellenére úgy érezzük, hogy ezt csinálni kell, mert ezek a visszajelzések tényleg éltetik bennünket a hitet, és adják a reményt, hogy erre szükség van erre a Várszínházra. Tulajdonképpen ez a három pillér jellemzi a 2012-es évadot. Ugye befogadott előadások, határon túli előadások és gyerekelőadások a bábtáboron keresztül. Volt egy tervünk, még talán az interneten is szerepelt, hogy a Bazilika előtt, hiszen a Szászlávú cigányzenekarral és a Szentpéteri Csillag közös koncertjével indítottuk a Bazilika lépcső során azt az előadás sorozatot, amire azt mondjuk, hogy ez az úgynevezett nagy mega rendezvény. A Várszínháznak három alkalommal sikerült ezt bemutatnia, ezt az elképzelést. Talán ebből a legsikeresebb az Aldi Meola koncert volt. És én azt gondolom, hogy Esztergom igenis kell, hogy ilyen nagyszabású rendezvényeket is, vagy fellép, vagy világsztárokat is föl tudjon léptetni Esztergomban. A Bazilika az egy ideális helyszín, a Bazilika lépcsősorára fölépített színpad, azt hiszem teli találat volt, nagyon jó volt a visszajelzés mind a három évben. A probléma az, hogy ez még a Várszínháznál is költségesebb program, és hát az idén a Máriát, a Gimes Együttes Szarka Tamásnak, a Gimes Együttes alapító tagjának, Szarka Tamásnak a Mária című darabját mutattuk volna be. Az ős bemutatója Debrecenben volt, a Phoenix Csarnokban, és ez lett volna a második előadás. De hát sajnos ezt kifejezetten a pénzügyi okok miatt kellett, hogy elvessük. Nem tettünk le róla véglegesen, reményeink szerint talán jövőre meg tudjuk csinálni. Nagyon szép előadás, és mindenki sajnálja, de nem mertünk belevágni. Tehát ez egy, nem árulok el titkot, tehát az egy előadás lett volna 20 millió forint. Tehát nem vagyunk olyan helyzetben, hogy egy 20 millió forintos előadást be tudjunk vállalni, hiszen az egész kis színháznak, az úgynevezett esztergomi Várszínháznak az egész éves költségvetése, mármint hogy a nyári színházi évad költségvetése nem éri el a 10 millió forintot, 21 előadással, tehát ez nagyon nagy kihívás lett volna, és erre nem mertünk, a Máriára nem mertünk vállalkozni. Van még egy kérdés, amiről mindenféleképpen szeretnék beszélni, hogy ugye 2008-ban történt itt a működési formát illető és érintő összevonás. Ugye volt a Várszínház, volt egy fesztivál, és volt a művelődési ház. Mindenki részben egymástól függetlenül, részben összedolgozva tette a dolgát. De a 2008-as összevonás után ugye a névben történt egy változás, akkor született meg a Várszínház és Kultúrmozgó Nonprofit Kft. Név, ami a mai napig él, ez a név. És azért hangsúlyozom, hogy a név az él, csak nincs mögötte tartalom.
hiszen a Várszínház és Kultúrmozgó Nonprofit Kft. Nevéből csak a Várszínház hiányzik, és csak a Kultúrmozgó, mint mozi. Mert ugye tudjuk, Esztergomban nincs mozi, tehát ezeket a feladatokat a Várszínház és Kultúrmozgó nem látja el, ami a mozi részét illeti. A Várszínházi részét meg abszolút nem látja el, mert ahogy az elején mondtam, az Esztergomi Várszínház területileg a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozik, és a Magyar Nemzeti Múzeum működteti az Esztergomi Várszínházat. Egyébként mindig is a Nemzeti Múzeum működteti az Esztergomi Várszínházat. Esztergom város önkormányzata támogatással segítette a színház működését. De területileg a tulajdonos az mindig is a Magyar Nemzeti Múzeum volt. Ezt csak azért mondtam el, és azért mondom el ilyen részletesen, mert nagyon sok félreértés van. Valamelyik nap megállítottak az utcán, és ugye a Várszínház és Kultúrmozgó Nonprofit Kft. Kapott az önkormányzattól valamilyen pénzt, hiszen művelődési feladatokat el kell látni ennek az intézménynek, és valaki megállított, és boldogan mondta, hogy jaj, hogy örül, mert látta a televízióban a testületi ülést, hogy a Várszínház és Kultúrmozgó kapott pénzt, tehát milyen jó, mert a várszínházi előadások működni tudnak, hiszen adott a város hozzá pénzt. Hát nagyon jó lenne, ha így lenne, csak a Várszínház és Kultúrmozgó Nonprofit Kft.-nek adott a esztergomi önkormányzat pénzt a művelődési feladatok ellátására, és nem pedig az esztergomi Várszínháznak. És innentől kezdve én úgy gondolom, hogy ezt a félreértést tisztázni kellene. Többször kértük, én is kértem a testületet, a polgármester asszonyt is, hogy változtassuk meg ezt a nevet, mert az embereknek nem az a kötelességük, hogy tisztában legyenek ezekkel a működési formákkal. Egy színházba járó embernek nem az a dolga, hogy azt nézze, hogy lefordítom a Víg Színházba, elmegyek a Víg Színházba, és akkor nem az néz, hogy a Víg Színház név mögött milyen erők vannak, vagy milyen intézmény van mögötte. Azt szeretné megnézni, hogy milyen előadás van ott, kik játszanak abban az előadásban, és nyilván jogosan várja, hogy ez egy katartikus élményt biztosító előadás legyen. De itt, hogy ugye létezik egy Várszínház és Kultúrmozgó Nonprofit Kft., és van az esztergomi Várszínház, ez rendkívül sok félreértésre ad okot. Adott esetben a támogatási rendszer is vakvágányra futhat, vagy kaphat egy gellert. Konkrétan volt egy olyan pályázatunk, ahol nem kaptunk semmit, eredménytelen volt a pályázat. Arra való hivatkozással, hogy a Várszínház és Kultúrmozgó igen kínos helyzetben van, tartozások, stb. Hagyd ne soroljam, mi miatt, és emiatt az esztergomi Várszínházat nem részesítették támogatásba, holott a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, csak egyféle névazonosság van, tehát valóban nagyon hasznos lenne, mindenki számára hasznos lenne, hogy miután ez az összevonás már nem működik, hiszen az esztergomi Várszínházat sajnos bizonyos okok miatt, és ezt most ez megint megér egy külön történetet, vagy elemzést, kizárták az állami támogatásból. Tehát a Várszínház és Kultúrmozgó Nonprofit Kft. Ilyen okafogyottan használja ezt a nevet. Azon megint lehetne vitatkozni, hogy a Kultúrmozgó is miért van benne, hiszen ugye, amit már előbb mondtam, tehát mozi sincs. Nyilván a működési hatékonyság mondatta azt, hogy összevonták, de ez az összevonás, itt az említett okok miatt ugye nem működik, bár nem is létezik, hogy aztán a Féja Gézát és a Szent Györgymezei Orvosokört összevonják-e, vagy nem vonják össze, ahhoz igazán van nekünk semmi közünk. Volt olyan magyarázat, hogy úgyis változás történik majd a Várszínház és a Kultúrmozgó Nonprofit Kft. Életében, és akkor úgyis meg kell változtatni a nevet. Tehát akkor ne menjünk előre, mert azzal a változással a névváltozás is következik, azt már várjuk ki. Csak hát sajnos ugye eltelt most már másfél-két év, és még mindig ez a név van, és a félreértések nemhogy csökkennének, hanem egyre inkább több a félreértés.
ugye ez a pályázati félreértés, de a támogatási félreértés is, hiszen hogyha a Várti Színház és Kultúrmozgó Nonprofit Kft. Részéről elmennek egy vállalkozóhoz támogatást kérni, ők mit mondanak? Honnan jöttek? A Várszínház és Kultúrmozgótól jöttek. És ez igaz, onnan is jöttek. De miután ez egy 20 éve működő sikertörténet, talán nem vagyok szerintelen, ha azt mondom, hogy igen, hogy ez egy sikertörténet, ezért az emberek a Várszínház és Kultúrmozgót meghallják, akkor az Esztergomi Várszínházra asszociálnak. És akkor azt hiszik, hogy az Esztergomi Várszínháznak jöttek támogatást kérni, holott nem erről van szó. Tehát én azt hiszem, hogy ez valóban nagyon, nagyon hasznos és nagyon fontos lenne ezt a félreértést tisztázni, és ezt a félreértést elsősorban a név használat okozza. Mert hogyha megváltozna a név, sem tisztem, sem jogom, ahogy javaslatokat tegyek, hogy milyen névvel kellene a város művelődési, kötelező művelődési feladatait ellátó intézménynek rendelkeznie, nem tudom. Biztos, hála Istennek, azért Esztergomnak vannak a kulturális életben már komoly, nyomot hagyó nagyjai, tehát nyilván lehet nevet választani. Sok koncepció mentén lehet kialakítani, vagy kiválasztani egy nevet. De ez most jelen pillanatban már kezd kínossá és szerencsétlenné lenni, és nem szerencsésé válni egyik intézmény számára sem, hogy van egy Várszínház és Kultúrmozgó Nonprofit Kft., és van egy Várszínház, és mindent összehoznak, a jegyárosítástól kezdve, a támogatáson keresztül, hogy kidolgozik. Itt kollégák Zelenák Zsuzsa, ugye Pifkó Szera, Balázs, Bori Balázs, Ambrus Segén, tavaly majdnem ők fizettek azért, hogy dolgozhassanak. És én is ugyanígy vagyok, és azt hiszem, hogy ez idén sem fog sajnos lényegesen sokat változni. Talán nekik is már kezd kínossá lenni, hogy összemosnak olyan felületeket, amikért ők dolgoznak, és igazából a félreértésre okot adó név miatt nem tudják úgy értékelni az ő tevékenységüket, mint ahogy azt helyi érték szintjén kellene, hogy kezeljék. Én azt hiszem, hogy a körülményekhez képest ez egy elfogadható és vállalható program, a 2012-es program. Nyilván puding próbálja az evést, tehát majd meglátjuk, hogy augusztus végén mit szól hozzá a közönség, de azt hiszem, hogy kellemes perceket tudunk szerezni ezekkel az előadásokkal minden érdeklődőknek. Az esztergomi Szentgyörmezőn élők összefogása évtizedek óta példaértékű. Az olvasókör a városrész kulturális életének a központja. A Szentgyörmezői olvasókör vezetőjének munkáját nemrégen Prima díjjal ismerték el. A következő percekben Polgár Józseffel, az intézmény vezetőjével beszélget Kovács Ildikó. . 2011. októberében Prima díjjal ismerték el Polgár József munkásságát. Polgár József az Esztergom Szentgyörmezői olvasókör vezetője. Sok szeretettel köszöntelek és gratulálok a kitüntetéshez. Megbocsátanak talán kedves nézőink, de hosszú évek óta ismerjük egymást és tegeződve fogunk beszélgetni. Első kérdésem, hogy mióta élsz Esztergomban? 31 évvel ezelőtt költöztem Esztergomba, egy kis kerülő után, Dunántúli származású vagyok, aztán Borsodba tettem egy kis kitérőt 8 év időtartamra, és feleségem rokonai révén, vagy ennek okán költöztünk onnan vissza Dunántúlra, és ez a Dunántúl, ez Esztergom lett. Esztergom előtt dolgoztál, ha jól tudom, Pilismaróton is. Pilismaróton dolgoztam, igen, 2 évet és 2 hetet, 97-től 99-ig. Aztán, mikor megüresedett az olvasókör vezetői státusza, akkor sikerült az utolsó pillanatok egyikében még beadnom egy pályázatot a Szabadidőközpont igazgatójához, Csernus Ferenchez. És hát én nem tudom, hogy hány
jelentkezők közül, vagy pályázók közül, azt hiszem, hogy ez ebből a szempontból nem is lényeges. Örülök neki, hogy én kaptam meg ezt az állást. Milyen volt akkor az élet itt az Esztergom Szentgyörgymezői olvasókörben, amikor átvetted a vezetést? Hát erről legalább kétféle véleményt lehetne megformálni. Egyrészt vagy kimondhatnám hangosan azt, amit másoktól hallottam, és kimondhatnám azt, amit én tapasztaltam. Ha az utóbbival kezdek, akkor azt hiszem, hogy az összehasonlítás során, hogy mi volt akkor és mi van most, és ez az én interpretációmban, hát enyhén szólva nagy képűségnek hangzana, úgyhogy ezt én nem szívesen feszegetem. Én úgy érzem, hogy ez a 12 év meglátszik az intézmény tartalmán, lelkiségén, lelkületén, szellemiségén, sok mindenen. Teljesen át lett fazonírozva ez az intézmény. Maradjunk ennyiben. Az eltelt évek alatt felsorolni is nehéz, mi minden várja az olvasókörben az oda betérőket. Soroljuk fel. Hát én azért kísérletet tennék erre. Nem olyan rettentő bő ez a paletta, bár nyilvánvaló, jó, nem teszek összehasonlítást. Igen, van ezen a palettán elég sok jó dolog. Volt ezen a palettán néhány olyan dolog is, nem kevés, ami tanulságul szolgáló kvázi kudarc, amit azért a kudarc kategória nem nagyon fogadna be, mert az azért más nagyon súlyos tévedéseket jelent. De egy népművelő az kudarcként éli meg azt is, amikor csak kevesen vannak egy-egy rendezvényen, még akkor is, hogyha tudja, hogy szűk körre számíthat, szűk kör számára szervez, próbálkozik valamivel, szervez valamit. Hát, mi minden volt. Volt itt az első évem nyarán, alig, hogy ide kerültem, 3 vagy 4 számítógépes alaptanfolyam, amikor még hezitáltam, hogy milyen irányba indítsam el ezt az intézményt. Két nagy vonulatot terveztem magam előtt, hogy ezek közül kell, hogy válasszak. A kell szót azt én magammal szembe tettem fel. Senki nem kényszerített rá. Az egyik az egyfajta ilyen teleház jellegű információs központ. Ez akkor nagyon nagy divat volt. Ma sem avult ezzel, csak én tőlem eléggé távol áll. De hát ugye egy közművelődési intézményben nem azt kell csinálni, amit a vezető, ami a vezetőhöz közel áll, bár nem árt, hogyha olyasmivel foglalkozik egy ház, mert nyilván azt jobban tudja kezelni, hanem amit az ide betérőknek kellene kérni, vagy szívesen kérnek, és ami számukra kellemes, hasznos, jó időtöltés. A másik vonulat pedig egyfajta kézművesség, néphagyományok, népzene, néptánc, és én a kezdeti számítógépes tanfolyamok ellenére e felé nyitottam. Így aztán nyáron már fafaragás volt a házban, egy nagyon jó fafaragó vette ezt kézbe, Szentgyörgymezői, megérdemli, hogy a nevét is megemlítsem, Nemes Lászlóról van szó, aki jól élekkel foglalkozott itt a gyerekekkel. A gyerekeknek nagyon nagy élmény volt már maga a nyári tábor is, a nyári faforogás egyáltalán itt az intézményen belül. Aztán rajzszakkör Krejvik Gyulával irgalmatlan népszerű volt. Nagyon népszerű volt. Volt úgy, hogy Gyulánál nem tudom, 20-an rajzoltak egy-egy szakköri foglalkozáson. Időnként magára hagyta őket, mert felszaladt a boltba és vásárolt nekik kekszet, meg efféle dolgokat. Hát, úgyhogy amit itt kapott tiszteletdíjat, azt szerintem rá is költötte a gyerekekre. De hát ez a lelkiségére vallott ennek az egész folyamatnak. Aztán kosárfonás, csuhézás, szövés, gyöngyfűzés, agyagozás, korongozás. Biztos, hogy volt még valami, csak ami a kézművesség sorába tartozna, de most hirtelen nem ugrik be. És hát a néptánc. A néptánc 10 éves múltra tekint vissza, de legalább ennyi idős a néptánc oktatás ebben az intézményben. Szénási Attila és Szénási Katalin, főleg Katalin az, aki a gyerekekkel foglalkozik. Itt mindig legalább 3 csoportban tanultak a gyerekek azóta, és hát ilyen nagyjáboli összegzésként azt mondhatom, hogy ez alatt a 10-11 év alatt itt körülbelül 500-600 gyerek fordult meg a néptánc okán
Nyilvánvaló, hogy ez a szülőket is érinti. Igen. Én mindig csodálkoztam, hogy a mai elidegenedett világunkban Szentgyörgymezőn, a Szentgyörgymezői olvasókör és vezetője hogy tud ennyi embert összefogni? Hát, Ildi, hogyha én erre tudnék válaszolni, akkor én nagyon boldog ember lennék. Sejtéseim vannak. Én biztos vagyok benne, hogy elsődlegesen az a lényeg, hogy jó helyre csöppentem 12 évvel ezelőtt. Nyilvánvaló, hogy én itt így szoktam mondani idézőjelbe téve, hogy bohockodhatnék a négy üres fal között, akármit csinálhatnék, fejemre állhatnék, ha nem lenne befogadó készség az emberek részéről. Nyilván az a saját képességeivel az ember félkarú óriást lehet, és akkor már nagyon nagyot mondok, de hát hogyha nincs népművelő körül, nincsenek emberek, akkor el kell adni a pályát. Tehát szerencsésnek érzem magam, hogy itt bejáratott közösségeket is találtam. Nem olyan sokat, mint amennyi most van, de azok eléggé stabilak voltak. Bár azok közül már például a nyugdíjas klubunk megszűnt. Annak idején ezt úgy mondták, hogy hát kiöregedtünk a nyugdíjas klubban. De a nőklubunk és mindenek előtt a kertbarátkörünk igen erősen tartja magát, nem hogy tartja magát, hanem virágzik, fungál, nagyon jó, sikereket ér el, tradíciói vannak. Az igaz, hogy mellettük kinőtt egy csomó, nagyon sok. Azonos cél érdekében az intézményt felkereső emberekből alakuló közösség. Most soroljam? Soroljam. Már ismersz jó néhányat. Kezdem visszafele, a legfrissebb. Zene bölcsiből három csoportunk van, egy zeneóvis csoportunk van. Ez tavaly szeptemberben kezdődött el. Egy jazzénekes hölgy tartja, Vörös Nikolett. Igen nagy sikerrel, nagyon népszerű. Egy nyári, tavalyi nyári táborban mérte fel a lehetőségeket, mérte fel azt, hogy viszonyulnak a szülők ehhez a helyszín, ez mérte fel azt, hogy viszonyul az intézmény maga ehhez a műfajhoz. Nagy egymásra találás ez Niki és az intézmény között. A szülőknek is tetszik az udvarunkkal, de egyáltalán a lehetőségeinkkel. Aztán a anyakörünk. Ez sokfajta, mert ugye itt hordozókendős tanfolyam, maminti klub, babamama jóga, babamama torna. Hát itt lenne kolléganő Morsa, ő többet tudna ezekről mondani. Én valahogy úgy vagyok ezzel, hogy én nagyon szeretem, több mint valószínűleg az operatőr kollégánk is egyetért ezzel, nagyon szeretem magam körül a hölgyeket, csak én nem biztos, hogy úgy tudom kezelni ezeket a kvázi nőies allűröket, jó értelembe vett allűröket igénylő csoportok alakítását, mint egy hölgy, ez nyilvánvaló. Aztán mondhatnám a jogásokat, három csoportunk működik belőlük, legújabban egy 50 pluszos jóga, ami délelőtt nem tinédzser hölgyek számára, vagy tinédzser emberek számára szerveződött. Aztán foltvarró csapatunkból a kezdeti siker odáig vezetett, hogy most már három csoport működik. Egyszerűen döbbenet. Csütörtökön délelőtt foltvarrás, délután foltvarrás, szombat délelőtt foltvarrás, meg sakkozás, meg legújabban bábműhely, Szekrényesi Balázs és felesége jó voltából. Aztán mik vannak még? Hát a néptáncnál ugye van a kezdő, a haladó, meg az ifjúsági együttesünk, meg a felnőtt együttesünk. Kett délután a népzenéről szól az olvasókör élete. Reményeim szerint a téren lakókat nem zavarjuk a nyári, vagy a kora őszi, meg a késő tavaszi nyitott ablakoknál kihangzó esti 10 órási népzenével. Bízom benne, hogy nem keltünk rossz érzéseket bennük. Néhány héttel ezelőtt azt nyilatkoztad, hogy az itteni életed az nem munka, nem is a hivatásod, hanem az életformád. De aranyos vagy, már lassan klasszikussá válok, vagy mi az ördög, hogy ezt így szó szerint idézed. Igen, tényleg így is gondolom, így is élem meg. Valóban nem, hát egyszerű szakmának semmiféleképpen nem tudom nevezni, annak ellenére, hogy azért szakmai tudás, szakmai fogások tömkelegét igényli ez. Hogy ez bennem megvan, nincs meg, ezt ítélje meg az idejáró emberek sokasága, vagy ítéljék meg fölöttem álló szakemberek. Ezt hangsúlyoznám. Nem mindig azok ítélik meg az ember munkáját, napjainkban is ezt élem át.
Szóval én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet úgy csinálni, hogy mikor is kezdődik. Ja, 8-kor kezdődik a munkaidőm, és 16 órakor ennek vége van. Tessék kiadni nekem fél óra ebédidőt, és van, amikor 2 órán keresztül ebédelünk, van, amikor 10 perc alatt ebédelünk, van, amikor elmarad az ebéd, és van, amikor adott esetben a vacsora is elmarad. Van, amikor reggel 8-kor bejövünk, mert hiszen olyan a program, és bizony nem érünk rá ebédelni, de este 10-ig itt vagyunk. Na, akkor valamelyikünk talán föl tud szaladni a sarki kisboltba, és ott vásárolunk magunknak azt, amit éppen tudunk. Ez nem a boltra szóló panasz, mert amire szüksége van az embernek, azt meg tudja venni. Szóval ez valóban életforma. Nem tudom. Most a legutóbb például az ünnepek alatt otthon. Hát egyrészt egy nagy felfedezés számomra, hogyha napközben otthon vagyok a lakásomban, mert alig látom nappal a lakást. Tehát fogalmam nem volt róla nagyon sokszor, hogy is néz ki nappali fényben az én lakásom, mert mindig csak villanyfénynél látom. De el voltam én, meg hát végül is örültem, igen fárasztó, kimerítő évünk volt a tavalyi esztendő, de sikeres számunkra, és az idejárók számára is ezt hallom vissza, tehát bátran mondhatom, de nagyon fárasztó. Tehát jól esett a pihenés, de a harmadik nap után már bizony nem találtam a helyemet. Szóval azért csak le kellett jönnöm azzal az indokkal, hogy kiszedem a postaládából az újságot, ami valós buk volt, körbenézek, mert hát azért ugye, na szóval valóban életforma. Néhány héttel ezelőtt egy kicsit kiléptetek az olvasókör ajtaján, nem is akárhova, a Művészetek palotájában mutatkozott be, Esztergom, és te voltál az egyik rendező. Hogy sikerült ez a bemutatkozás? Erre én azt hiszem, hogy az a legjobb, hogyha én a Művészetek palotája illetékes munkatársátnak a véleményét, mégpedig a véleményének a második részét idézem, mert az első az nem biztos, hogy mikrofonba jó, hogyha elhangzik. Mikor kérdeztem a végén, hogy Krisztián, mondd meg ősz, Darvas Krisztián, a Darvas írónak a unokaöccse. Krisztián, mondd meg őszintén, hogy te végig érted ezeket a dolgokat, hogy sikerült ez. Tudni kell erről a rendezvényről, hogy a 2007 óta a Művészetek palotája minden hónapban egy ilyen kvázi családi napot, családi programot szervez, ami 10 és 14 óra között működik, és mindig régebben egy-egy megye volt a házigazdája, aztán a megyék elfogytak, és most már egy-egy város, de nem csak magyar, hanem a jelenlegi magyar határokon kívüli magyar város is volt már házigazdája ezeknek a rendezvényeknek. Október 2-án Esztergomra került sor, ezt jó előre tudtuk júniusban, bár különböző okok miatt én jószerivel július vége, augusztus elejétől kezdtem el ezzel foglalkozni, vagy talán még akkor se, csak jó augusztus közepétől. Jól sikerült. Nagyon jól sikerült. Ő azt mondta, ami nem hangozhat el, azt nem mondom el, hanem a következő az volt, hogy az ő véleménye szerint az eddigi legjobb volt. Nyilvánvaló, hogy ez legfőjebb csak irányzatot vagy irányt mutat számomra. Biztos vagyok benne, hogy nem ez volt a legjobb, de én, amit láttam, én hátradőlt kézzel tudtam végigcsinálni azt a napot ott, mert én úgy ítélem meg, hogy nagyon jó előszervezés történt. Minden apró részletekig mindent kidolgoztunk a kolléganőmmel, és egy olyan munkatárs, aki életében még ilyen nagy rendezvényt nem csinált, tehát efféle szakmai rutinnal tényleg nem rendelkezik, 200 vagy egy dossziéból levezényelte az egész napot. Úgyhogy én nekem ott öröm volt olvasókörigazgatóként jelen lenni, mert az ottani esztergomi vendégeink is, meg az ismeretlenek is, hát meleg szavakkal köszöntötték ezt a rendezvényt. Szóval jó volt. A Prima díj megtisztelő és nagy kitüntetés. Milyen szakmai elismeréseket kaptál ezen kívül eddig? Születésemnél fogva én minimum 2 társadalmi rendszerben éltem. Ugye én a Kádár időszakban szocializálódtam, 45-ös születési lévén, 11 éves voltam 56-ban, tehát onnantól kezdve az eszmélés időszakától a munkába állás és a munkában történő első sikerek, hál' Istennek első sikerek elérése, az mind abban az időszakban történt. Így aztán azt mondhatom, sokan vannak ilyenek, nyilván nem vagyok unikum, hogy a szocialista kultúráért kitüntetést megkaptam, nagyon büszke vagyok rá,
mai napig is megvan, mai napig is boldogan vállalom, mert szakmai elismerésnek tartom, politikai felszínezettel. Tehát ez egy ilyen korszak volt. A következő az a Babics-díj volt, amit a várostól kaptam, 2010. januárjában vettem át. Hát ez nagyon nagy megtiszteltetés volt. Most mondhatom azt, hogy ugye annak idején a szocialista kultúráért kitüntetést azt egy minisztériumtól kaptuk. Tehát kaptam egy országos elismerést, de ami fontosabb, egy helyi elismerés. Mert hiszen nem országos szinten dolgozik az ember, illetve hát én nem, hanem helyi közösségekért, helyi közösségekkel, helyi közösségekben. És azért a helyi közösségek elismerés az ebből a szempontból sokkal, de sokkal lényegesebb. Lehet azzal dicsekedni, hogy minisztériumi kitüntetés, és akkor mi van? Azok az emberek nem ismerik az én munkámat. Az itteniek több, mint valószínűleg jobban ismerik. Tehát én erre nagyon büszke voltam. Az egy külön pikantériája volt a dolognak, ami számomra nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy abban az évben ketten kaptunk Babis díjat, és a Kaposi Endre tanár úr művészember volt a másik, és ő mellette vehettem én át. Endre hatalmas tekintély az én szemembe, úgyhogy ez egy megdicsőülés volt számomra. És hát jött a Prima díj, ami már nem helyi, vagy nem csak helyi, hanem egy kicsit tágabb tér, tágabb hely a megye bizonyos köreinek az elismerése. Persze, hogy büszke vagyok rá. Végül egy utolsó kérdés, ami azért fontos az olvasókör életében. 2012 Esztergom több intézményében változást fog hozni. Mi lesz az olvasókörrel? Csak a híreket tudom mondani, és csak azokat, jószerével azokkal a hírekkel kapcsolatban nyilatkozhatok felelősséggel, amik már tényként vannak mögöttünk. Nem jó szívvel, nehéz szívvel tudok én erről beszélni, mert, és akkor kezdem visszafele majd, a legutóbbi döntés egyelőre az a képviselőtestület részéről, hogy összevonásokat kezdeményeznek közművelődési vonalon. A Fejér Géza Közösségi Ház, a Szentgyörgymezői Olvasókör és a Várszínház és Kultúrmozgó állítólag egy közös igazgatás alá fog kerülni. Annak idején, mikor ezt a tervet hallottam, akkor azt kértem több mint valószínűleg illetékesektől, hogy jó volna, hogyha ebben a témában megszólalhatna a szakma is. Tehát örülnék, hogyha a közművelődésben hozott döntések előkészítése nem nélkülözni a szakemberek, a közművelődésben dolgozó szakemberek véleményét. Ezt meg is kaptuk, ezt a lehetőséget, kulturális bizottsági ülésen, és én bennem két kérdés fogalmazódott meg ezzel kapcsolatban, amire szerettem volna választ kapni, egyikre sem kaptam. Az egyik kérdésem úgy szólt, hogy van-e ráció pénzügyileg ebben az összevonásban. Ugyanis véleményem szerint a három intézményt, ha összevonják, akkor ugye feltételezéseim szerint lesz egy igazgató, és lesz három telephely. A három telephely közül az egyiknél megmarad a vezető nyilván, másik kettő, hát ezt így is fogalmazza már a városi köznyelv, hogy telephely egy, telephely kettő. Hogy mi az egyik, vagy a másik leszünk, mindegy, és lényegtelen is ebből a szempontból. Ott pedig lesz valami telephelyvezető, vagy én nem tudom, hogy micsoda. De itt legfeljebb pénzügyileg annyit nyerhet a város, hogy mondjuk a Fejér Géza meg az olvasókör tekintetében megspórolják a két vezető vezetői pótlékát. Ez éves szinten a kettőre vonatkoztatva bruttó 1.200.000 forint. Én tudom, hogy a városunk nagyon nehéz anyagi helyzetben van, meggyőződésem, hogy ez az 1.200.000 forint másút megspórolható lenne, hadd ne mondjak én most konkrét helyeket, de tudnék mondani konkrét költségvetési pontokat is. Viszont két intézménynek, a Féjának, meg a Szentgyörgymezői Olvasókörnek a közönségétől, vagy a közösségeitől veszik el a
vagy venni el ez az összevonás azt a lehetőséget, azt az érzést, azt az összetartozási érzést, azt a mi a Szentgyörgymező olvasók közössége vagyunk. Ez nem zár ki más közösségeket, de erre azért eddig lehetett büszkének lenni. Ugyanúgy, mint a Féjánál is. Most az épület a tervek szerint állítólag, bár nem sokat tudok róla, megmarad. Nyitva tart, csoportok. De nyilvánvaló, hogy itt létszámleépítés is lesz. Na most, amikor én azt kérdeztem, hogy pénzügyileg mi a ráció ebben, erre sem kaptam választ, de nem is vártam, mert ezt tudtam elmondani, és ezt nem cáfolták, nem is erősítették meg. De amikor azt mondtam, hogy szakmailag, meg nem hiszem, hogy bárki az itt dolgozó szakemberek közül, vagy azok nélkül, azok véleménye nélkül szakmai véleményt tud formálni az összevonás mellett, akkor azt a választ kaptam, hogy az összevonás eldöntött tény, aztán még hogy lesz, azt majd meglátjuk. Na szóval ezt én így nem tartom jónak. Ezek az intézmények ennél többet érdemelnek. Ez a város, ez elismerte ezeknek az intézményeknek a eddigi munkáját, ennek hangot is adott, és én nekem meggyőződésem, hogy nem én, nem Tóth Tamás, nem a zsinagóga vezetője, hanem maguk az intézmények érdemelnek más elbánásmódot, nagyobb odafigyelést, talán még azt is mondhatnám, hogy nagyobb tapintatot. Archív ballagási felvételeink közül ma az 5 évvel ezelőtt érettségizett középiskolások búcsúját tekinthetik meg újra. Oh,
köszöntöm a ballagó diákokat, az évfordulójukat ünneplő öreg diákokat, a kedves szülőket, tanárainkat és az összes jelenlévőt. A 12. osztályosok zászló átadása következik. A zászlót a 11. évfolyam tanulói veszik át. Most hallgassunk meg egy népdalt Farkas Enikő előadásában. Tavaszi szép vizet árasz, minden madár társat válasz, minden madár társat válasz. Hát én immár kit választak, szíved szívért kinek adja, szíved szívért kinek adja. Az ifjúság súlyom madár, addig víg, míg szabadon jár, addig víg, míg szabadon jár. Hát innék ám szegénynek már, szívem víg örömet nem vár, szívem víg örömet nem vár. Ha én ezt így tudtam volna, hogy tavasszal nyílik rózsa, hogy tavasszal nyílik rózsa. Soha se búsultam volna, most szívembe búnám volna, most szívembe búnám volna. De én ezt így nem tudhattam, úgy búsultam, majd megvoltam, úgy búsultam, majd megvoltam. Húval élem világomat, az egész ifjúságomat, az egész ifjúságomat. Az 50 és 55 éve érettségizett öreg diákok beszéde következik. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves fiatal ballagók! Tisztelettel köszöntöm a ballagási ünnepség minden résztvevőit. Köszöntöm az esztergomi Szent István Gimnázium igazgatóurát és tanárait. Köszöntöm az 50 éves ballagott iskolatársait. Nem utolsó sorban köszöntöm az 55 éve ballagott osztálytársaimat és azok jelenlevő hozzátartozóit. Köszönöm társaim és magam nevében a lehetőséget, hogy akik 55 éve ballagtunk, együtt ünnepelhetünk a mai 18 évesekkel, sokszor unokáinkkal. Emlékezzünk egy kicsit. Mi három iskola növendékevéből tevődtünk össze. Tanulmányainkat 40-es évek első felében kezdtük. A 8 évet 6 helyen, 6 iskolába jártuk. Mi voltunk az első koedukált osztály a gimnáziumban és a városban. Tisztelettel és hálával gondolunk első tanárainkra, mert ők alapozták meg tudásunkat, adták vezérfonalát egész életünk. Soha nem felejtjük iskolánk jelmondatát. Óra et labor. Köszönöm tanárainknak, hogy elindítottak, felkészítettek bennünket az életre, elláttak jó tanácsaikkal. Magunkról rövid. 1944-ben három iskolában közel 90-en kezdtük. A Bencés, a Ferences és a Szent Imre Gimnázium. Államosítás után sok társunk elvált, majd ezt követően 1950-ben egy osztály lettünk, 43 fő. Ekkor vette fel az iskola az első István nevet, majd a rendszerváltás után visszatért az eredeti Szent István Gimnázium név. Mi voltunk a jelenlegi helyen levő gimnázium első érettségiző diákjai, a mai 4-es számú tantere. 37-en végeztünk,
akikből sajnos már 14 fő nincs az élők során. Egy főről semmit sem. Nem tudjuk, hogy a 60 éves találkozót hol fogjuk megtartani, mivel a helyváltozás kérdéses még. Mi voltunk az első ballagók, és 57 év után sajnos az utolsók is, akik az iskola költözésein múlik. Köszöntjük gimnázium igazgatójának és önöknek, hogy most mi együtt itt ünnepelünk. Köszöntjük az 55 éves ballagási emlékeket, melyeket kaptunk. Kívánom a most végző és pár napúval érettségiző diákoknak szerencsés, sikeres akadályfét. Valamennyiüknek jó egészséget, sok sikert, boldogságot, életet. Ugyanezt kívánom az 55 éve ballagott osztálytársainak is. Köszönöm türelmüket! Természetesen én is tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt társaim nevében. Büszkén mondhatom, hogy azért mi még nem vagyunk öregek, bár így konferáltak be bennünket, hiszen alig vagyunk még majd 70 évesek lassan. A köszöntésből én kiemelném azt, hogy én elsősorban a most végzősöket szeretném kiemelten köszönteni, mert azt gondolom, hogy ők viszik a stafétabotot utánunk, és remélem, hogy ebbe az ivataros időszakba mindegyikük megtalálja a helyét majd az életbe, hiszen azt gondolom, hogy az ő lehetőségeik sokkal nagyobbak, mint a miénk volt, amikor mi Stúrovóba, akkor most Párkányba át tudtunk először jutni. Hosszas útlevél kérések után akkor büszkék voltunk, hogy külföldön jártunk. Ti meg járhattok, amerre akartok, de azért azt hiszem, hogy a legjobb, ha itthon érvényesültök, és az itt megszerzett tudást itthon kamatoztatjátok. El kell mondanom, hogy az évfolyamunk minden tagja megállt a helyét az életbe, és ezt annak köszönhetjük, hogy kitűnő tanáraink voltak. Meg kell említenem Medve Kálmán igazgatót, Csinkai István tanárurat, Nagy Majtényit. Persze lehet, hogy kifelejtek valakit, nagyon fontos az én számomra Poruszki tanárúr és a felesége. Olyan indítást kaptunk, hogy ez végig kísért egész életünkben, és ha csak azt mondom, hogy mai napig emlékszem rá, hogy én az érettséginak írhat második törvényeit, egy Winston hívdal kapcsolatos kapcsolási feladatot is kaptam, valamint Vörös Martit kellett felelnem, Nikodémisz Etelka volt az érettségi elnök. Nagy meglepetésére azt feleltem, hogy Vörös Marti Mihály, a nemzetkoszorús költője magáéval akarta tenni a fiatal Csajági Laurát. Én csak 5 perc múlva jöttem rá, hogy mit feleltem, mert mosolygott az egész bizottság. Na hát én ilyen mosolygós érettségit kívánok nektek, és mindenkinek jó egészséget, és remélem, hogy 50 év múlva ti is valamennyien fel tudjátok keresni azt az iskolát, amit várhatóan valahol majd a városba kaptok. Köszönöm a figyelmet! Kérem, hallgassák meg a ballagó diákok búcsúbeszédét Nagy Eszter tolmácsolásában. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tisztelt igazgató urat, tanárainkat, diáktársaimat és persze a rokonokat. Nehéz most egy pár percben elmondani, hogy mit is érzünk így a ballagás napján mi végzősök. Nekem legalábbis egy kicsit furcsa. Nem is olyan régen még mi is hetedikesek voltunk, és mindannyiunknak nagyon távolinak tűnt, hogy mi valaha is végzősök leszünk. Úgyhogy ez így előkerült beszédtémaként, mindenki csak legyintett, hogy igen, majd egyszer. És most tessék, itt van a majd egyszer, és holnap után már a magyar érettségit írjuk. És egyszer ez is eljött. Úgy, ahogy egyszer régen, több mint 6 éve, valószínűleg a többségünk szüleink indítatására jelentkezett a Szent István gimnáziumba. És most már a magunk döntése eredményeként a saját fejünk után menve jelentkeztünk tovább tanulni. Azt nem merném kijelenteni, hogy ez a 6 év alatt felnőttünk, de mindenképpen jelentős változáson mentünk keresztül.
talán kicsit komolyodtunk is. És ebben úgy gondolom szerepet játszott az iskolánk is, hogy azért mégsem kallódtunk el, pedig azt nem mondanám, hogy zökkenőmentes kamaszkorunk lett volna. Ezúton is szeretnék elnézést kérni tanárainktól, hogy egy kicsit több fejfájást okoztunk volna a kelleténél, de hát, ahogy szokták mondani, ez a korral jár. Bennünk rossz szándék úgy gondolom sosem volt. Engem személy szerint rengeteg szép emlék fűz ehhez a 6 évhez. Ez a 6 év rengeteg idő ahhoz képest, amilyen gyorsan eltelt, és ahhoz képest, hogy ez a 18 évünk 1/3-át jelenti. És nem szeretnék most olyan nagy szavakat használni, hogy most lezárult egy fejezet az életünkben, vagy hogy most lépünk ki a nagybetűs életbe. Ezt inkább meghagynám igazgató úrnak. De inkább csak szeretném megköszönni ezt a nagyon szép 6 évet, és szeretnék további jó munkát kívánni tanárainknak, diáktársaimnak, és az én drága évfolyamomnak pedig egy kalappal a jövő hétre. Kedves végzős diákok! A mai nap nem csak ti búcsúztok az iskolától, hanem a Szent István Gimnázium összes tanulója és dolgozója is. Ti szerencsésebbek vagytok, hiszen gimnáziumi tanulmányaitok végére az utolsó megmérettetéssel pont kerül. A mi sorsunk még bizonytalan, de az álmainkat és vágyainkat senki nem veheti el tőlünk. Minden búcsúzás egy visszaemlékezés és egy újrakezdés is egyben. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy iskolánk mindenkori tanulói sosem hagyják, hogy ezen a napon szűkszavúak legyünk. Krónikánk lapjaira szinte rá sem fér az a sok díj, eredmény és emlék, melyet magatok után hagytok. Közületek sokan aktív tagjai voltak az énekkarnak, amely mindig biztosította számunkra az adventi hangversenyek meghitt hangulatát. És nem csak nekünk mutattátok meg tehetségeteket, hanem számos rangos versenyen a nagy közönség előtt is bizonyítottatok. Néhányatok színjátszókörünk színvonaláról is gondoskodott, melyet osztálytársaitok a kamera másik oldaláról megörökítettek az utókor számára. Néhány darabbal sikerült az iskola falai közül is kitörnötök, kaviár és lencse a Várszínház színpadán is hatalmas sikert aratott. Az utóbbi időben iskolánk folyosóit is a ti műveitek díszítették. Talán a 6 év alatt szerzett sportélmények egész életetek során végigkísérnek majd benneteket, hiszen a szertorna, röplabda és kosárlabda csapatnak is fontos pillérei voltatok. Reméljük, hogy az itt szerzett tapasztalatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövőben teljes és boldog életet éljetek. Kívánunk nektek sok erőt és kitartást, melyet reméljük számos siker fog koronázni. És végezetül Hemingway szavaival búcsúzunk. Emberi törvény, kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák. Csipó páligazgató úr is szeretne elbúcsúzni diákjainktól, kérem hallgassák most meg őt. Tisztelt vendégeink, kedves kollégák, kedves búcsúzó és búcsúztató tanítványaink! Minden megjelent nevében szeretettel köszöntöm az ünnepelteket, iskolánk ballagó diákjait, a kedves szülőket és mindazokat, akik jelenlétükkel megtisztelték ünnepélyünket és velünk köszöntik búcsúzó tanulóinkat. Mindannyiunk nevében örömmel és nagy tisztelettel külön köszöntöm azokat a régi ismerős diákokat, akik közül 2 osztály 50, 1 osztály pedig 55 évvel ezelőtt ballagott az Alma Mater falai között és eljöttek velünk együtt ünnepelni. Egy nagyon érdekes dologra szeretném felhívni a figyelmet. Ezen a ballagási ünnepen, amely utolsó ebben az épületben, együtt vannak azok, akik elsőként és akik utolsóként hagyják el az iskolafalait. A mai nap története 2001 őszén kezdődött, amikor a megszeppent gyerekek és az értük aggódó szülők átélve a jelentkezés, a felvételi és az iskolaváltás nem könnyű érzését, büszkeséggel léptek be az iskola kapuján. Gondolom, hogy nagyon sokatokban felmerül egy gondolat vagy kimondott mondat, mintha csak most kezdődött volna, és hogy elröpült ez a 6 év. Nem mondhatjuk, hogy könnyű időszak volt. Együtt kellett bizonyítanunk a Szent István Gimnázium eredményességét és sikerességét, ami úgy gondolom, hogy sikerült. 1 éve még ti búcsúztattátok a végzősöket, most pedig rádöbbentek, hogy titeket búcsúztatnak az iskolától, az emlékektől, a tanulóévektől. Mint minden, ez is csak egy pillanatig tart, és utána újabb megméretetések következnek. Csak egy pillanat?
Igen, de ez egy egész kort zár le. A középiskolás éveket, amely sok sikert és olykor kudarcot is hozott. Hétfőtől újabb lépéseket tesztek a felnőtté válás útján. Az ifjúság édes madarától búcsúz emelt fővel, ahogy Márai Sándor tette. Az ifjúságtól sajnálkozás nélkül lehet búcsúzni. Lázállapot volt ez, megható és gyöngéd önkívület. Most, mikor elmegy ifjúság, örömmel fordulok a másik táj felé. Most már én vagyok én, tetőtől talpig. Nem jó, nem bölcs, nem egészen igazságos, de már gyanítok, amit abból mi az igazság. Nézzük meg, mit nyújtottak számotokra az elmúlt esztendők. Az elmúlt 6 év kiemelkedő tanulmányi eredményei, a sokféle tanulmányi, művészeti és sportversenyzők előkelő helyezés, a sok eredményes nyelvvizsga, a színjátszókör és a hangszeresek maradandó élmény nyújtó bemutatói, az énekkar sikerei, a sport, a sí, az énekkar és a biológia tábor csapatépítő élményei, az együtt átélt szépség, amely gazdagít, közelebb hozott benneteket, bennünket egymáshoz. Részt vehettetek iskolai szervezésben, külföldi cselekapcsolatokon, voltok többek között Lengyelországban, Németországban, Franciaországban és Ausztriában. Megtanultatok egymásra figyelni, és büszkék lenni arra, hogy egy nagyobb közösséget, a Szent István gimnáziumot képviseltétek. A diák élet színes eseményei és egyszerű hétköznapja is mind igazolják, összefogásunk a kitűzött cél megvalósította. A most ballogó évfolyam tanulói elismerése méltó módon hagynak nyomot az iskola krónikájában. A közös munkáknak, sikereiteknek köszönhető, hogy elismerik eredményeinket, és hogy az utánatok következőknek is vonzó, a legjobbaknak is elendő cél ez a gimnázium. A mai napon célegyenesbe érkeztünk. Sorsdöntő előpróbák a kétszintű érettségi megpróbáltatásai következnek. Bízom abban, hogy az itt szerzett tudásotok, emberségetek elegendő lesz ahhoz, hogy a következő évtizedekben megálljátok a helyeteket a főiskolai, az egyetemi évek alatt, és majd később a munkahelyeken is. Kívánom nektek, hogy az életben rátok váró meglepetések kedvesek és jók legyenek. Hiszem, hogy az itt töltött idő nyomot hagyott lelketekben és szívetekben. Gondoljatok szeretettel tanárokra és az osztálytársakra. Hálával legyetek szülétek felé, akik erkölcsi és anyagi hátteret biztosítottak nektek. Az alma mater falai közül kilépve az úton kísérjenek Madách Imre szavai. Jegyezd meg jól, de ne csükkedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a szépet, a jót, és meg nem találni ez az élet. Kedves szülők! Az nem véletlen, hogy mindig a ballagáson van jelen a legtöbb szülő, mert ők is érzik, hogy az iskolától búcsúzó diák ilyenkor egy kissé a családtól is elköszön. Tudjuk, hogy milyen nehéz elengedni olyan valakinek a kezét, aki ez az érzelmek ezer szála fűz, akinek első lépéseit egyengedték, akik számunkra mindig gyerekek maradnak, akikért mindent megtettünk és meg fogunk tenni. Most engedjük őket saját útjukat járni. Higgyük abban, hogy az olykor dacos kamasz, a most életbe kilépő ifjú vágyik arra, hogy büszkék lehessünk rá. Úgy indul, úgy lépdel tovább az élet útjain, hogy szülei arcán egy büszke, boldog mosolyt láthasson. A 6 év alatt együtt munkálkodtunk azon, hogy ifjaink megállják helyüket az élet forgatagában. Köszönöm önöknek ezt az együttműködést. Hogy jól végeztük a közös munkánkat, ezt csak a jövő fogja igazolni. Kívánom, hogy gyermekeikben még nagyon sok örömük legyen. Tisztelt vendégeink, kedves ünneplők! 1951. szeptemberében költözött iskolánk jelenlegi helyére, pár száz méterre vissza, ahonnan közel 320 éve ezelőtt elindult, folytatva azt a viszontagságos vándorlását, amely hosszú történetét annyira jellemezte. Talán az egyik legtöbbet vándorló iskola vagyunk az országban, és a nem túl távoli jövőben ismét költözni készülünk. Ezen gondotok kapcsán is különös szerencsé és öröm, hogy ünnepünkön köszönhetjük azokat az istenes diákokat, akik az első között ballaktak itt, és szereztek érettségbizonyítványt ebben az épületben. 1952-ben és 1957-ben egy ember öltővel ezelőtt. Jelenítük igazolja, hogy az alma materhez, a diáktársakhoz, az együtt töltött diák évekhez való ragaszkodás nem múló állapot. Ezt az érzést az évek nem koptatják, inkább az évek múlásával egyre erősödik. Tisztelt öreg diákok, istenes elődeink! A jelenlévők többségének az elmúlt 50 év története a tankönyvekből ismerős. Nem ismerjük
egyéni életpályájukat, de hisszük, hogy az iskolától kapott tudás és értékrend a nehéz időkben is mindig segítek megtalálni a helyes válaszokat az élet kérdéseire. És akkor felbukkant egy-egy régi tanár emléke, szavainak csengése. Jelenlétük azt igazolja, példát mutatva az utánuk következőknek. A mai nap és az összetartozásunk emlékére, a ballagás érzésének megerősítésére kérem őrizzék meg iskolánk ajándékát, a ballogó tarisznyát. Régi hagyomány, hogy iskolánk alapítványa emlékérmet ad olyan öreg diákoknak, akik életpályukkal öregítették az iskola hírnevét. Tisztelt ünneplő közönség! A Szent István Alma Mater Alapítvány elismerő emlékérmet adományoz dr. Leitner József részére, példamutató sportvezetői életpályájáért, aki iskolánk szellemiségét és hagyományait méltón képviseli, akit büszkén emlegetünk jeles tanítványaink sorában. Dr. Leitner József testnevelő tanár, kandidátus, jelenleg is a helyi főiskola tanszékvezető docense. A központi sportiskola szakák vezetőjeként a cselgáncs, birkózás, súlyemelés és az ökölvívás sportágakat irányította. Ő alapította meg Magyarországon a női súlyemelést. Tanítványainak sokassága számtalan sikert ért el világ, európai és hazai bajnokságokon. Alapítója, majd főtitkára a Magyar Diáksport Szövetségnek, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, a Magyar Biztonsági és Testőrakadémia alapítója és igazgatója. Megkapta a Nemzetközi Diáksport Szövetség aranyérmét 7 alkalommal. Az Afrikai Súlyemelő Szövetség a legjobb külföldi edző címmel részesítette. Kérjük dr. Leitner Józsefet, hogy vegye át az emlékérmet. Kedves lányok és fiúk, kedves ballagó diákok! A Szent István Gimnázium tantestülete és dolgozói nevében köszönök el tőletek, mindannyian azt kívánjuk, hogy sikeresek, eredményesek és boldogok lehetek az életben. Ünnepségünk zárásaként énekeljük el a szózatot. Thank you.
Köszönöm szépen!
te nem fogsz lemaradni. Én találkoztam egy szép emlecskával. De legalább vízé beszél, folyik. Jó, a hangom is? Na, ezt rendezzük nagyon imádni. Szülők, diáktársak! Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a ballagási ünnepség alkalmából elbúcsúzhatom végzős diáktársainkat, akik életük azon megismételhetetlen, biztos sosem térő pillanatát élik, mely mérföldkő életük hátra levő szakasza előtt. Néhány évvel ezelőtt léptünk át a középiskolai évek izgalmas és rögös útjára, s most, mint fiatal felnőttként életünk ezt szakasza, mintha egy röpke pillanat lett volna, ezennel lezárul. S ha visszaemlékezünk közös és boldog diák éveinkre, csakis a szép emlékek erősödnek fel. Megerősödve azon emberi értékekkel, mely emberi értékek emlékünkben tanárainktól, oktató és nevelő munkájuk által szívünkben tovább élnek. Hihetetlen, ami most velünk történik, amit egyszerűen úgy hívunk ballagás. Egyszerű, mégis magába sűrít mindent, ami hozzánk, az iskolához tartozik. Boldogan, de csöpnyi keserűséggel emlékezünk az első napra, az elsős avatóra, osztálykirándulásra, a szallagavatóra, mert tudjuk, hogy mindezt csak egyszer élhetjük át, mindezt a mai napot is. Évről évre láttunk egy-egy ballagó osztályt, és soha nem értettük, mit éreznek. Csak most. Azt, hogy elérkeztünk valahová. Itt hagyunk valamit, és valamit újra várunk. Fiatalabbként látva a virággal, tarisznyával ballagókat, nem sikerült soha megérezni, mit gondolnak. Lehetséges, hogy ezért járhatott a fejemben az a gondolat. Miért csak egy tarisznyájuk van? Nekünk miért ne lehetne kettő? Az egyiket magunkkal vinnénk, telerakhatnánk emlékeinkkel, hogy soha ne felejtsük el azokat, érzéseinkkel, hogy azok el nem újjanak, s mindazzal, amit tanultunk és kaptunk az iskolától és tanárainktól. Osztályfőnökök mérhetetlen türelmét, a tanárok visszatérő kérdéseit. A másikat itt hagynánk, benne a magunk egyéniségét. Remélhetőleg mindannyiunk hiányát. A hála sem maradhat ki belőle, a hála azért, hogy ez a majd több gyermek arc felnőtt tekintettel fordulhasson a szabadság felé.
mert bár lehet, hogy nem lesz elégtelen dolgozat, házi feladat, osztályfőnöki figyelmeztető, de hányszor gondolunk majd arra, hogy hétfőn nem szaladhatunk rétáért, hogy kedden nem focizhatunk önfeledten tesi óra helyett, hogy szerdán nem tanulhatunk a matekórán a pad alatt irodalmat, s hogy csütörtökön nem csocsózhatunk lyukas órában, hogy pénteken nem várhatjuk, hogy valamilyen csoda folytán a hétvége ne csak két napig tartson, és beteljesíthető álmokat. Diák emléktem mosolyra kelt, megnyugszuk benne, szép volt, s letelt. Műsorunk végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!